Üdvözlök mindenkit, én Kornél vagyok, ez itt a legelső szuper midboyos videó. Már régebben is mondtam, hogy valószínűleg lesz ilyen az Isaac-kel együtt. A Start Game-en. Azt hiszem, még. Ja, de az a maga van a csinálva. Egy ideig a pályán. Jó, kezdjük is a... Vagy nem lehet, hogy ott kezdeni. Na, mindegy. Játék. Arról szól, hogy ugye bár itt van Meat Boy, ott van mellette. Hát az... Ugye Meat lány akkor. Meat Girl, most nem tudom a nevét. És akkor van az a csúnya... Dr. Fetus. Aki bizony itt ellopta a csajt, és akkor mi vissza akarjuk szerezni. Igen, de ez végig kell menni a pályákon. Minden pálya végén oda kell érnünk hozzá, de aztán... Az lesz belőle, hogy itt Dr. Fetus-ra elviszi. Itt a, minden pálya végén van egy ilyen playback. Na, tudjátok már, milyen ideglelő játék lesz ez itt. Hát elején még nagyon könnyű. Gyilután már ilyen full ideglelős lesz. Tehát, aki ezt így én eddig egy olyan embert láttam, aki rekordidő alatt minden pályát elsőre megcsinált. Egy elsőre, tehát... És nem... Mindegy. Mindegy, hogy készülök össze. Arról, hogy örök ennek ezen, csak itt még nincsen fűrész, meg ilyenek. Akkor nem szívott minket. Pedig szívolthatna. Nem, sem jó. Új emlékeszint ott lenni. Még így is. Hát tényleg A plusz, mivel már volt. Na, itt már vannak a fő részek, amik ha beleesünk, akkor Meat Boy szétlocsan. Na, tovább megyünk. Ez már ilyen incuri-pincuri komplikáltabb. Még szintén egyszerű. Egy a shift-tel futunk, space-szel ugrunk. Nyilakkal pedig irányítunk. De ez inkább egy... Jaj, ez ilyen ügyeségi platformjáték, de... Nagyon nehéz. Szerintem még nem, de... Akkor eljuttok már az ilyen harmadik, negyedik világba, mert csak az első világba tartom, ott is, van rengeteg pálya. Addig rendesen meg fogtok szenvedni. Itt volt valami portál ott. Azt azzal lehet ilyen új karaktert feloldani, csak én most mit bolya szeretném ezt a tolni. Igen. Jaj, pont elszámítottam, és két! Most már megadom magam. Jaj, itt. Hát már, de így is megvan. Tökéletesre. Az érdemes tökéletesen csinálni a pályákat, mert akkor feloldjuk a sötét világos verzióját, ami jobban nehezebb. És hát ugye bár akkor móka lesz. Már akinek. Meg a Dark World sose volt munkás. Éppen se nem egy olyan könnyű az. Képzeljétek el, már ez a sima erdős, nagyon nehéz Dark World, már csak simán ez az erdő. És ez még semmit, hát látjátok, hogy viszem végig Dark World-be, már ez nehéz nekem. Jaj. Annyi ezt tüskével. Fűrészen ilyenekkel van felszerelve, egy picit át van alakítva a pálya. De az valami elképesztő. Utána meg is mutathatok egy Dark World-et később. Egyelőre jó hosszú Super Meat Boy-os videó lesz szerintem. Látjátok már itt. Nem könnyű. Már rég játszottam be azt talán azért. Aj. Jó. Oké, sikerült.
Jaj, nem áll. Sikerült? Jó, még... Itt is van nézs, de általában mint ott van egy portálza. Azt hiszem át lehet teleportálni a régi Super Meat Boy, ez valami játéktermes játék volt. Játéktermi játék. Tudjátok, amikor be kell tenni pénzt, elén tartok is rá, hogy tegyem be a pénzt. Tehát megyem azt egy gombot, mert ugye bár itt már úgy kell, hogy betesz oda. Cent, tököt van pénz, meg bármit. Jó, jó, jó. Jó, nem. Uff. A bonyodik pályánál tartunk, de nekem már most nehéz ez a játék. Majd belejövök úgyis. Ez így volt velem. Idő után már egy az első pár szint. Tehát ugye kórházas szint, amit alig bírtam ezt megcsinálni. Utána már így megcsináltam, azután meg így csak egyszerűen végigpörgettem. Most a pokolnál akadtam el legutoljára. Tehát ott van egy olyan pálya, amit egyszerűen számomra lehetetlen megcsinálni. Tehát volt, hogy egy órát el voltam vele. Csak nem kell, nem volt egy kellemes élmény, hogy ott szenvedtem. Grade 3. Sikerült is nekem. Mennyi is volt itt az idő? Mindjárt megnézzük. Majd látni az előző próbálkozásokat, hogy úr, ennyien elbuktak itt. Csak kettő jutott át abból meg. Csak az utcsó élt túl. Igen. A Dark World-ba azért nem adnak ennyi időt. Ez ilyen beomló kő, szóval ezzel vigyázni kell. Ez még egy ilyen nagyon könnyű. Bár Ice-be van az a Dr. Katusz képesség. Az is innen kapta a Super Meat Boy-val. És azzatunk bombákat, én már azt a konosz. Ajaj, mit csinál ez? Meggyújtja. Felgyújtja az erdőt. Ez nem tudom mi, de elmegy vele. Ja nem, üdvözl minket. Ezt a fejt egy kis húskockát mellettünk. Igen, ezt nem lehet tökéletes megcsinálni, itt nincsen olyan, itt csak végig kell menni. És a csúnya bácsa elkap minket, akkor az nem jó. Az is emlékszem, mennyit szenvedtünk tesómmal. Itt együtt toltuk ki az elejét. Na, akkor haza. Jaj, nem áll. Prima. De ma ismét a pályát picit úgy könnyebben megy így. Csak rosszul ugrok. Vagy túl későn ugrok, vagy túl hamar. Egy videóit nem ugrottam elég nagyot. Én meg túl nagyot ugrottam. Ugye már nincsen túl sok időm ebbe for minket érni. Na. Ennyi már fel, úgyni. Picit könnyebb így, mert ahogy van rutinom. Először nagyon nehéz volt. Gyergelődik itt. Meg így. Rávigyorgunk. Aj, viszont elviszi. Szomorú zenet, nem én halljátok, de az... Szegény mókusok. Meghaltak mind. Ú, ott mekkora halomba vannak. És ott a mókus anya. Valószínűleg. Sírva ránk néz. Ez nagyon rossz jutás. Ilyen sikert legyőzni. Shiftet megnyomjuk, akkor majd átváltatunk Dark World-be.
csak azon a pályán, amit a pluszra kivittünk, csak is azon lehet átváltani Dark World-ra. Nem Dark World. De most próbáljuk meg, nem tudom én, ezt a társadalba. Alapból nem egy túlságosan könnyű. Ezek egyszer indulnak kell még ráadásul, szóval nem jó. Ez itt a map. És vissza Simába. Megyünk a The Hospital vagy kórház. Ott repül. Látjátok, hogy már nem lett az összes tökéletes, mert nem könnyű. Mert is kik azok, amiben nem szabad beleugrani. Dark World-ban az rossz, hogy itt ezen a pályán például visszafele kell, és visszafele ez nagyon troll, tehát például itt is. Visszafele ez a rész az, ami nagyon nehéz. Na meg ez itt, tehát. Aj, tüski. Ezt nagyon utáltam. Ezzel annó rengeteget szenvedtem, meg most is fogok szerintem egy párat. Hát, annyira nem szenvedtem bele most meg. Itt figyeldek, hogy mekkorát ugorhatsz. Az szokott lenni általában baj, hogy túl nagyot ugrok. És látjátok, ott a végén rontom el. Jaj. Nem mertem tovább menni, mert attól féltem, hogy jön a következő ilyen fűrészpenge. Jaj. Nem is jöttem. Az alján már tüske sincsen, szóval ott ez meg könnyű lett volna. Jó, meg pont belecsúsztam. Így ne. Van csak ezt, arra próbálom. Wow, ez mi? Úristen. Jaj! Például ilyenekről beszéltem, hogy portálok ilyenek.
Jaj. Próbáltam már egyből újra, mert nagyon kevés időt adtak az a buszra. Amúgy 45 másodperc volt megcsinálni ezt. Nem pontosan emiatt. Sikerült. Júj. Atya úristen. Nem megy. Jó, így. Oké, ez így tökéletes. Majdnem. Inkább melyik ezen az úton. Normálisan. Katarja pocok, na, nem megy, kiugrok inkább. Sem beleugrottam. Na. Nagyon nehéz, mert vagy beleugrasz a ventilátorba, vagy pedig elfúj. És gyakran csak ugrásra van esélyed, vagy pedig úgy, hogy ott fent trükközöl. Na, még azt majd nem tudsz ugrani, szuper, mint baj. De húskocka. Sikerült! Ó, még hozzá A pluszra. Ó, itt konkrétan mit, merre és hogyan. Na, azt kérdjük csak újra. Mit, merre és hogyan. Na, valószínűleg akkor arra kell mennem. Trollfész. Mik ezek ilyen kis pióca szörnyek? Aztán teljesen mindig az enyek, hogy nagyon tudnak szivatni. Idegesítőek. Ne! Azért is leesek. Ez a játékhoz, ha egy órát akarod tolni kötélidekkel, vagy olyan hiperprofinak kell lenni, hogy világrekordernek. Na, sikerült, jó. Na, ez aztán még a legjobb. Akkor nem lát semmit. Ó, engem mindig ott szivatott annak kettőnél. Egész közel voltam.
Ja, du får den kvar fram med nummer solgrock. Igen, itt meg belecsúszhatós képes, ezért ott az oldalán csúszni, vagy pedig jól ugrani, csak nekem van jól ugrás per pillanat, nem megy. Csúszni az oldalán, és így ugrani, és meg is van, ó. Meg ez fajnak, hogy súlyam azzal nyomom a shiftet. Ez a gomb így eléggé használatos a játék során. Csak itt figyelni kell arra is, hogy előtte, tehát utánam lesz, tehát nem csak erre az egyre, hogy mikor ér oda, hogy ugorni bírja, hanem a másikra is, hogy mire odaugrasz, addig az hol van. Aránylag egyszerre mozognak, és ez a baj. Meg ott középen az a szép kis tüske, nem tüske, a fűrészpáros. Így, és akkor... Nem. Ennél mondjuk a hagyományos módszereknél. Próbálkozunk. Ez az... Jó. Ó, az meg ilyen nagyon könnyű. Az ilyen könnyű, akkor nincsen szivatás. Jaj, hogy tudom, fáján. De ne. Tudom, hogy felszedek pusztít, ugye bár ezek a zárak, vagy nem tudom, mik ezek. Nyitódnak, csak én meg rosszul rúgottam már megint. Igen, ez ugridezás az nem könnyű. Ez is A pluszra sikerült. Ajajaj! Hú, ez épp hogy sikerült ott. Utolsó tüskésnél. Jaj, ne. Ezek is ilyen kedves élőlények. Hamar meg fognak őszíteni engemet. Jó. Ne. Okay. Plusz. Ez is nem jut össze, akkor próbáljuk újra. Ah, igazán nagyon fog sikerülni szerintem. Majdnem. Túlságosan felvisz az első ventilátor. Igen, az a baj itt. Második ma nem visz fel eléggé. Nem érek el odáig. Túl kis a sebesség, a túl nagy sebesség, akkor meg... Hát akkor se vissza odáig. Jaj, nem, már. Sajnálom már kis ujjamat. És
sokat szenved itt. Nem, az is nagy. Ez az... Egyszerűen ilyen félelhetetlenség. Tudom, hogy van, aki ezt így könyökéből kirázza. Tehát így csak ránéz a pályára, és egyben ott csinálja, mert olyan nagy ilyen Super Meat Boy zseni. Nekem fogalma sincs, hogy ez így hogy kéne. Idáig sikerült, végezték el, meg egyszer sikerült megcsinálnom, ugyebár, hát... Most beze végig tudtak vinni. És most beze nem tud felvinni odáig a... Nem, most nem visz fel. És nézd, most troll lesz mindjárt. Most se vitt fel, most... És miért nem működik? Szép, hogy a szélén volt. Most, hogy felvisz tökéletesen, hát... Ilyen nincs. Akkor nem kell, hogy felvigyen, akkor felvisz. Amikor meg fel kellene, hogy vigyen, akkor meg nem. Akkor nem akar. Az is még többre. Na. Újra. Azt nincs elég lendület. Akkor van lendület, akkor se elég, mert harmadik, mire odaérk a harmadikhoz, olyan mértékben kezdik zuhanni. Így beleesik a ventilátorba. Várjunk csak, megvan. Nem. Nincsen meg. Meddig bírhatja a kötegeim. Egy vigyél fel, nem visz fel. Mindegy. Ez a hangyok tovább szenvedni. Elsőben ennyi elég is volt szerintem. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ez nem egy könnyű játék, de azért jó szerintem. Következő részben találkozunk, addig is sziasztok!